A rendőrség és a bűnmegelőzési közösségi szolgálat diákai járőröznek a temetőben hétfőn délelőtt. Akárcsak az előző években a rendőrség és a polgárőrség most is nagy figyelmet fordít a temetőben látogató hozzátartozók biztonságára. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy senki ne hagyjon táskát és egyéb értéket a sírokon és a járművekben, ugyanis ez felkeltheti a tolvajok figyelmét. Minden szentek alkalmával vagy ünnepén itt a rendőrség megerősített szolgálatot lát el. Egyenruhás, illetve civilruhás kollégákkal teljesítünk szolgálatot, illetve a közösségi szolgálatot ellátó diákok segítségével is tudjuk a jelenlétet fokozni. A közösségi szolgálatot ellátó diákok apró figyelmességet adnak át a temetőbe látogatóknak, ez egy kis mécses, illetve szórólapokon hívjuk fel a figyelmet a legfontosabbakra. Nem csak a rendőrség, de a temető vezetősége és munkatársai is készülnek a Mindenszentek ünnepére. Halottak napján rendkívüli nyitvatartás és közlekedési rend lép életbe a Nyíregyháza északi temető sírkertjében és környékén. Az idei évben 10-15 ezer látogatóra számítanak. Mint minden évben a Mindenszentek az az időszaka, amikor a temetők látogatottsága megnő, így van ez az északi temetőben, és erre, mint üzemeltetőnek a társaságunk rá kellett, hogy készüljön. Ez azt jelenti, hogy megnövekedett létszámmal, meghosszabbított ügyeleti nyitvatartási idővel állunk a temető látogatóknak a rendelkezésére. 7 órától este 8 óráig van nyitva a temető ezekben a napokban, ez a első évvel bezárólag így lesz. A keddi napon visszatérünk a reggel 7.30-tól 17 órási nyitvatartásig. Mind a szolgáltatóira, de mind pedig a gondnokság ügyeleti nyitvatartással áll a temető látogatók rendelkezésére. Bármilyen kérdésük van, akár sírkőipari tevékenységgel, akár sírhely megváltással, akár temetkezési kellékek vásárlásával kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a mai napon 5 óráig, kedden és szerdán pedig 6 óráig leszünk nyitva. Maga a temető reggel 7-től este 8 óráig tart nyitva. A parkolási rendről azt kell tudni, hogy elsőjén ingyenes a parkolás, viszont korlátozásokat kellett bevezetni, ideiglenes korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy reggel 7 órától 10 óráig lehet bejönni gépkocsival a temető területére, de 11 óráig el kell hagyni a temetőt. Az elmúlt évek gyakorlata mutatta azt, hogy ilyenkor olyan mértékű és nagy számú látogató van a temetőben, hogy még gyalogszerrel történő közlekedés is néha nehézségeket okoz. Bízom abban, hogy az időjárás, ha hideg is, de napos és esőmentes lesz ezekben a napokban. A jelentős forgalom ellenére is arra kérik a hozzátartozókat, figyeljenek egymásra.